Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért fél ettől a szerelemtől? Ezt most megtekintjük ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Ezen a képen ott felül látható a szerelmi kapcsolat köztetek mély érzelmekkel, mert erre utalnak a kelyhek. Mivel ez a kártya utal az ő gondolataira és terveire, ennek ő tudatában van. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kártya utalhat arra, hogy nálad vannak félelmek vagy korlátozások, ő ezt érzi, és nem tudja, hogyan közeledjen hozzád. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ez a hölgy ezen a képen utalhat az ő érzelmeire, hogy nála vannak ezek a félelmek, ezek a korlátozások. Én úgy gondolom, hogy ez nem a jelenlegi helyzetre utal, hanem itt vannak emlékek, gyermekkori emlékek, vagy könnyek a múltból, ami a volt kapcsolatára utal, és amit én még gondolok, itt lehetnek kármikus témák is. Fontos, hogy áttegye magát a félelmeken, nyitott legyen erre a párkapcsolatra. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. És én is szeretnék valamit mondani, ez egy általános jóslás, de kérhettek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, a személyes videók nem itt jelennek meg, hanem a másik csatornámon, Meisterin des Karten Legens, az információkat ott lent az info boxban megtaláljátok. És most megtekintjük a választ a harmadik kérdésre. Ezen a képen láthatóak az érmék. Itt anyagi dolgokról lehet szó, amit neki rendeznie kell. A hármas szám utal egy harmadik személyre, aki befolyásolja itt a dolgokat. Amit még ez a kártya jelenthet, az a munkahelye. És ha megtekintjük ezt a képet, akkor ez kicsit olyan csalós. Úgy látható, mintha ő lenne egy kezdő, mint egy diák, és jobb oldalon vannak a mesterek, akik figyelik őt, hogy mindent jól csinál-e, vagy sem. De, mint mondtam, ez a kép csal, mert ő nem diák, hanem ha megnézzük ezt a képet, akkor látható, hogy itt van egy művészi alkotás, megvan a tehetsége. Sőt, én úgy mondanám, hogy ő sokkal jobb, mint az a másik kettő, aki őt figyeli. Ez arra utal, hogy neki megvan a tehetsége, de nem kap elismerést, vagy nem fizetik őt meg azért a munkáért, amit ő teljesít. Ha itt párkapcsolatról van szó, vagy érzelmekről van szó, akkor az érmék utalnak a belső értékekre is. Itt kialakul egy szép érzelmi kapcsolat kettőtök között, de kell az elismerés. Ha nálad vannak félelmek, akkor kellene az, hogy nyitottan beszéljen érzelmekről, hogy te biztos légy a dolgokban. Ha fordítva van,
és neki vannak félelmei, akkor azt ajánlanám neked, hogy te adj erőt számára, tekints fel rá, biztasd őt, akkor mutasd ki azt, hogy ő mennyire értékes számodra, és te megbecsülöd őt. Természetesen akkor, ha ő ezt megérdemli. És most megtekintjük a meglepetés kártyát, ami utal arra, hogy mi a megoldás. A gólyák mindig változásokra utalnak. Tehát lesz köztetek egy változás. Meg lesz a megbecsülés mindkét oldalról, és ez ahhoz vezet, hogy ezt a szerelmet, ezt a párkapcsolatot tudjátok átélni, élvezni, mint ahogy az első kártya erre utal. Amit a gólyák még jelentenek, egy kisbaba születését, és gyakran utalnak költözködésre. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, szeretettel, Dendera!